A panacsok stb. mai adásának vendége Ormos Gabriella. Szia, örülök, hogy itt vagy. É, köszönöm uh, szépen a meghívást. És igazából, hát csak mindenről fogunk beszélgetni, de először a Gourmet Fesztiválról, május 24-e és 26-a között rendezik meg a Millenárison, és az idei motto különösen kedves a szívemnek, bár kicsit haragszom is érte, de erről majd beszélünk, és az az, hogy hogy tényleg a, a, a nőket ünnepeljük a, a gasztronómiában. Hát azért a nők is mindig benne voltak, lehet, hogy csak otthon mondjuk, mert hogy általában a nők főznek otthon, a gasztronómia pedig, mint olyan, a vendéglátás ugye az egy nagyon férfias és kemény világ, de azért a nők is abban mindig, mindig jelen voltak. Annak nagyon örülök, hogy ünnepeljük őket, csak hogy azzal nem értek teljesen egyet, hogy, hogy ez egy új keletű dolog, hogy a nők a gasztronómiában benne vannak. Mit gondolsz erről? Hát menjünk csak vissza egy picit az időben. Tehát annak idején a tüzet a nők őrizték otthon. És innen indultunk. Tehát a, a tűz az mindig egy, egy női ö, feladat volt, és ugye a tűzhöz kapcsolódik az ételkészítés, a főzés. Nem véletlenül, hogy azért a háziasszonyok otthon egy nagyon komoly energiát tesznek bele az egész családba azáltal, hogy ők főznek és ételt készítenek, ételt adnak az egész családnak, a család minden tagja számára. Úgyhogy tulajdonképpen azért igen, ott gyökerezik a női energia ebben a szakmában. Hát ugye. Na, de tényleg ünnepeljük a nőket, én ennek szívből örülök mindig. Egy időutazás ez az egész, és ugyanez van, tehát ha csak megnézzük mondjuk a nagykövettársam, a Zsóka, ugye mangalica tenyésztő, ő is tisztán húsból dolgozik nem ad hozzá adalékanyagot nem tesz bele semmi más csak a fűszereket és ebből csodálatos dolgok születnek tehát egész egyszerűen vissza kell találjunk a dolgok egyszerűségéig, vissza kell mennünk a természethez, és azt gondolom, hogy a Gurmé Fesztivál most erről szól, meg egyébként általában a Gurmé Fesztivál azért erről szól, hogy jó alapanyagokból dolgozunk, és jó alapanyagokból jó dolgokat, jó ételeket készítünk tisztán. Mi volt az a pillanat, vagy vissza tudsz emlékezni, hogy, hogy elkezdett érdekelni a, a kovász, és azt gondoltad, hogy ez a helyes és egészséges út? Engem először a kenyér kezdett el érdekelni, és még csak nem is a kenyér, hanem az, hogy olyan ételeket egyek, amiben tudom, hogy mi van. És ez egy betegség kapcsán jött, egyébként a családom volt egy elég súlyos betegség, és, és én ennek kapcsán ugye elkezdtem a táplálkozással foglalkozni, és elkezdtem magam sütni a kenyeret. Lett egy fiam, ő már nem kapott bolti kenyeret hát nyilván aztán elkezdett óvodába iskolába járni, akkor ott azért becsúszott egy pár ö, ilyen termék is, de otthon nálunk ő sosem evett 16 év alatt ö, nem saját kenyeret. És aztán engem letiltottak az élesztőről. És hát akkor kétségbe estem, hogy jaj, jaj, most mi lesz, hát most akkor vennem kell a kenyeret. De mondták, hogy jár, próbáljam meg a kovásszal. És akkor elkezdtem kísérletezni a kovásszal. Ez 11 évvel ezelőtt volt. Hát akkor nem nagyon volt itt semmiféle nem. Facebook csoport, meg szakirodalom, meg, meg, Hát meg ezek a trendi tudás. pékségek sem annyira. Ők is akkor indultak. Igen. Hát gyakorlatilag mi így együtt indultunk heten nyolcan az, az időtájt. úgy nekem nem lett pékségem, én, én oktatással foglalkoztam, és nagyon-nagyon sok embert megtanítottam otthon kenyeret sütni. De, tulajdonképpen egymást tanítottuk, tehát vakvezet világtalant, így megosztottuk a tapasztalatunkat, és ez az egész kovászolás, ez tulajdonképpen egy ilyen közösségi tanulás, ebben ez a, ez a nagyon szép, és erre például nagyon-nagyon jó a közösségi média. Tehát van előnye, hátrány a közösségi médiának, de én azt gondolom, hogy közösségi tanulásra nagyon jó. És volt alkalmad külföldön is megtapasztalni, hogy ott, ott hogy megy. Igen. És azt gondolom egyébként, hogy Magyarország nagyon-nagyon jól áll hm? kézműves bégségek tekintetében. Tehát sok... Most már. Most már, hm. de hogy úgy együtt fejlődtünk, tehát nem volt az, hogy úristen, ott már mennyi van nyugaton, és nálunk meg még csak most kezdődik, mert ez egy olyan forradalom volt, ami gyakorlatilag a világon Világ minden táján egyszerre e, indult el, tehát egyáltalán nem voltunk lemaradva, most pedig azt gondolom, hogy nagyon jó helyen vagyunk, mert nagyon-nagyon sok és e, sok jó pégség e, nyílt. Hát nyilván ismered a, nem hívom őket versenytársaknak, hanem inkább azt mondom, hogy a az, az, ilyen igaz, őszinte kovásszal foglalkozó pékségeket Pék Budapesten, bajtásokat. és igen, igen. pékpajtásokat, tetszik. És mi az, amitől Ormos is lesz? Tehát, hogy, hogy mi, 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 milyen a te pégséged, ami csak olyan, mint a tied? Kompromisszummentes. Uh -huh. Nincs kompromisszum. Tehát, hogyha nagyon érdekes a <kül> gimnáziumi kar nagyon, úr, ő azt mondta, hogy három szintű hibát lehet elkövetni. Első szintű hiba, amit mondjuk te veszel észre, meg így a körülötted állok. Második szintű hiba, amikor már Karnagy is így kérdőn rád néz, hogy ez most tényleg te voltál. <laughs> És a harmadik szintű hiba, amikor már a közönség is felsziszen. És akkor ez egy olyan dolog, hogy, hogy olyan másfélig teszünk ki pultba terméket. Tehát amikor már tudom, hogy a közönség is felszisztene, vagy, vagy hogyha bejönne tényleg egy pékpajtásom, és így ránézne a pultra, és hát ő rögtön észreveszi, hogy ott valami baj van, tehát az nem megy ki nálunk. Ez van, nem tesszük ki. És, és hát nincs olyan, hogy nem működik a kovász, hát nem tegyünk bele kis élesztőt. Uh -huh. nem. Na, ilyen is van. <laughs> és hogy, hogy nem ez nálunk nem elképzelhető. Nagyon sok nő dolgozik nálunk egyébként a pékségben is, és ami még nagyon érdekes, hogy csupa pálya váltunk. Tehát egy pékünk van. A termelésben vagyunk hát hatan heten, és ebből egy az, aki pék, de van nekünk profi focistánk, van textiltervezőnk, hegedűművészünk, mérnökünk, közgazdászunk, kommunikációs szakemberünk, angol tanárunk, és, és így áll össze a csapat. Ez olyan érdekes, hogy még x évvel ezelőtt ugye az, hogy egy kvázi értelmiségi ember mondjuk PK avanzsálódjon, az teljesen elképzelhetetlen volt. De hogy ez milyen gyönyörűen megváltozott, és, mm -hmm. és, és tényleg ezek a kézműves dolgok elnyerték a, a méltó helyüket végre. Nálunk ez hatványozottan érzékelhető, hiszen mi egy kis falunak vagyunk a pégsége. És nekünk ebből a faluból kell megélnünk. Tehát eh, ahhoz, hogy te ki tudjál egy rendszerből venni, valamennyit, ahhoz abba bele kell tenni abban a rendszerbe. Úgyhogy, úgyhogy, mi nagyon törekszünk arra, hogy, hogy adjunk a falunak, hogy akkor működtessünk egy közösségi teret, ahova bárhova be lehet ülni. Akkor most létrehoztunk egy piacot, úgyhogy van kis piacunk ilyen ön. És, és ez mind-mind egy ilyen közösségi felület, ahol az emberek találkozhatnak. És azt látom, hogy amikor piacnap van, akkor nem az van, hogy anya lejön és Körbe rohan és bevásárol, hanem az egész család lejön, és három órán keresztül ott dobzódnak, a gyerekek szaladgálnak körbe-körbe a templomkertben. <coughs> Gyorsan anyuka bevásárol, és egyébként megülnek és kávézgatnak, és egymással beszélgetnek az emberek. Szóval ez így, ez így nagyon jó.